egy félelem értelmezése. Szétterjed a világvégi izgatottság, mint a napnyugtával gerjedt űri szél, alig látható még, csak a kerti rózsák kontján kelt valami finom reszketést. Van-e még friss szellő eleven virágból, életért szól, ki a kérdést fölteszi, hisz a rózsa nyílni akar mindenáron, szirmának nincsenek bal sejtelmei. Napjainkat sorra fölgyújtják az esték, szép költői képbe rejtett rémület, ha a naplementét, mint valódi tűzvészt lobbantják világgá a hideg tüzek, mi lenne, ha minden napunk rommá égne, vége előtt hulla semmivé a múlt? Mit adhatnánk akkor jövőnkért cserébe túl a sziszifuszi pincegrádicson, ahol a rozsdának nyíl virágos kertje? Ott keverte ki a mérges jóslatot, születésem táján jövőbe vetette, így igazolhatom vissza Babicsot. Nem volt elég szó még a proféciához. Az iszonyat mai nyelven hiteles, és nekem már nem a bevett Moszkva lángolt minden alkonyatban, hanem Budapest, ami az elmúlás képzetét kiváltja, az alkonnyal járó halálfélelem, melynek rettenetét rögtön átruházta, hisz a világ úgy is együtt vész vele, s ha mégis megvirrad, s folytatódik holnap az örök jelenben történő idő, ó, lesz-e még jó íz ételben, italban? Szól a gége törött sípja messziről.